Krisztusban, szeretett testvéreim! Jézus legfőbb gondja volt nyilvános működésének a fő programja, hogy a vele elérkező Isten országát hirdesse. Bár voltak ószövetségi gyökerei ennek az isteni tervnek, hallhattuk az olvasmányból, a proféták egy ilyen ideális Jeruzsálem képét vetítették elő, hogy majd a boldog messiási korban ez megvalósul, de valójában Jézussal jött el az a isteni világ, nincs rá jobb szó, mint az Isten országa, aminek beteljesedése felé kell haladnunk. Miután nem területről, nem négyzetkilométerekről van szó, hanem egy szellemi valóságról, ezért szellemi eszközökkel lehet ezt az országot megalapítani, építeni, megvédeni. De a hasonlatai Jézusnak azok olyanok, amelyek képletessé, érzékelhetővé, fölfoghatóvá teszik az Isten országának a lényegét. A mostani hasonlata az aratás képét használja föl. Épp idefele jövet figyeltem, hogy már valahol learadtak, valahol még lábon áll a gabona. A mi időnkre már valójában csak az időjárás okoz gondot az aratásban. A vetés idején, a kelés idején, az érlelődés idején és az aratás idején is a fő gond az időjárás. Ebből is látszik, hogy azért akármilyen magas technikai fölkészültsége van a mai embernek, azért mégis az aratás urától, Istentől függ a termés. De a gépek végzik azt, amit régen sokan kézi erővel vagy állati erővel végeztek. És ezt használja föl az Úr Jézus képnek, és hogy ez egy nagyon nagy munka, ezért segítségre szorul az Isten országa építésében még maga Jézus Krisztus is. Áll az igazság, amit Szent Ágoston mondott, hogy megteremtett bennünket megkérdezésünk nélkül, de nem üdvözít erőfeszítésünk nélkül. Nekünk is tenni kell valamit az Isten országának az építéséért. És a mostani evangéliumi szakasz kiválóan alkalmas erre, mert nem csak a 12 apostolról szól, hanem a 72 tanítványról, ami egy tágabb kör már, és mondják, hogy talán azért is 72-t választott, mert a teremtés könyvében 72 nemzet van felsorolva, tehát a világ minden tájékán kell építeni az Isten országát. És ebben mindenkinek van feladata. A második vatikáni zsinat azt mondta, hogy minden megkeresztelt ember részesül egyfajta módon Krisztus papi, profétai és pásztori tisztségéből. Ezért minden megkeresztelt embernek van feladata, aki az egyház tagja, hogy az Isten országa épüljön. És megszívlelendők azok a hasonlatok, vagy azok a fölszólítások, bizony szempontból ma is érvényesítendők, amit Jézus mond. Beszél az eszköztelenségről,
Ez nem azt jelenti, hogy ne használjunk föl eszközöket az Isten országa hirdetésében, de ha nincs mögötte emberi személy és tanúságtétel, nem sokat ér. Nem lehet azt megcsinálni, hogy teszem azt jegyes oktatáson, vagy keresztelési oktatáson, bekapcsoljuk a CD-t, a DVD-t, vagy, és akkor hallgassátok meg a szöveget, és akkor majd ki lesztek képezve. Ez kevés. Németország anyagilag a legjobban állt még egyházi vonatkozásban is, hiszen államilag beszedték az egyházadót. Valaki évekkel ezelőtt cinikusan mondta, hogyha az utolsó hívő is elmenne, lehet, hogy észre se vennénk, mert a hivatalok működnének. Hát most nagyon nagy baj van Németországban, hiszen érezhető a szekularizációnak, a globalizációnak a hatása a német egyházban is. Tehát, ha nincsenek személyes tanúságtevők, akkor az egyház nem tud élni. Aztán beszél arról az Úr Jézus, hogy szelídnek kell lennünk. Erőszakosan nem lehet Isten országát hirdetni. Tudjuk azt, hogy az iszlám karddal hirdeti a maga hitét. Meghódítja az embereket, vagy erőszakos áttérítésre kényszeríti, vagy adófizetésre. És ha valaki iszlám hitre tért, ha el akarná hagyni, az iszlámot megölik. Tehát semmiképpen nem lehet a szerető Istennek a szándéka szerint való. Ő azért adott nekünk szabad akaratot, hogy szabadon szeressük őt. Ezt szeliden kell tennünk. A családban a gyerekeket egy darabig el lehet hozni a templomba, de azután nem lehet parancsba adni egy nagy gyereknek a mai világban, viszont jó példával, szelíd szóval lehet őket invitálni. A szelídségnek nagyon nagy ereje van. Szalézi Szent Ferencről mondják, hogy Svájcnak volt a lelkipásztora a reformáció idején, amikor nagyon erőszakos hitviták voltak. Szalézi Ferenc a maga szelídségével sokkal több hívőt vissza tudott hozni a katolikus egyházba, mint hogyha erőszakos hitvitával próbálta volna meggyőzni a protestáns hitre tért embereket. És ez ma is áll. A szelídségnek a hit hirdetésében fontos szerepe van. És aztán beszél az Úr Jézus, hogyan viselkedjünk, békességet hirdetve, hozva a ház népének, hiszen a békesség Isten ajándéka, a béke. Nem véletlen, hogy amikor Jézus megszületik, az angyalok békét hirdetnek, és amikor Jézus távozik a világból, akkor azt mondja, hogy az én békémet hagyom rátok, nem a világét, hanem az enyémet, az Isten békéjét. És érdekes módon, hogy az elhunytnak is azt kívánjuk, hogy nyugodjon Isten békéjében, ugye? Adjon a örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Ez nem azt jelenti elsődlegesen, hogy ne háborgassák a sírját, bár erre is szükség van, hanem eljusson a rend nyugalmába, a béke országába, amely Istené. Tehát ezt kell hirdetnünk, ez az Isten országának a feladata és követelménye. Ez egy fogadalmi ünnep itt, homoknigyem,
az ősök fogadalmának szeretnénk eleget tenni, és ahhoz, hogy még ugyanannyi idő múlva is, mint mikor ezt a fogadalmat tették, legyenek itt a homokmégyi templomban emberek, emlékezzenek meg a fogadalomtételről, jöjjenek össze, és imádkozzanak az ősökért, majd értünk is, ahhoz újra meg újra tanítványoknak kell támadniuk. Tehát a tanítványság az átadódik, és ezt saját példánkkal, imádságunkkal is elő kell készíteni. Maga az Úr Jézus mondja, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ez a Szent Mise, ezt a célt is szolgálja, kérjük az Urat, legyenek egyházunkban mindig elevenhitű emberek, legyenek olyanok, akik Isten országát szívügyüknek tartják, keresik, követik, fáradoznak érte, és az Isten országát építik. Amen. Hiszek az egy Isten.